Cimbalom szóló hangszerként is nagyon szép, kellemes hallgatni. De hát a cimbalmos általában azért tanulja a hangszerét, hogy zenekarba kerüljön. Az a kérdésem, hogy hány éves korában is hol muzsikált először zenekarba? Hát először hát a hegedűvel, hát még akkor 16 éves volt, amikor hegedűvel kezdtem járni, de egy évig csak ingyen azt mondták, hogy már sírtam is, hogy miért nem vesznek engem el zenekarba, de hát volt ott heten, akkor a zenekarban. Hát hova végünk már vagyunk heten? Hát elgyihetsz, de fizetést nem kapsz. Nem bánom én csak egy muzsikálszak. Azt egy évig így jártam, azt akkor így begyakoroltam a kontrálást. Na akkor aztán az egyik prímás, aki volt, az rettenetesen iszákos volt, mindig berúgott, mint a tök olyan részek volt. És akkor ki lesz selejtőzve, és így akkor én rendes tagként bekerültem a zenekarba. 40-ben akkor kezdtem az a cimbalommal játszani. És akkor az már nagy öröm volt, hisz az volt a vágya. Igen, nagy öröm volt, igen, nagyon, úgy ültem a cimbalom elé, mint az Atya Úristen elé ültem volna, annyira nagyon szerettem a cimbalomot, nagyon. Csak sajnos nem tudtam kihozni magamból azt, amire képes lettem volna, mert közben jött a háború, ugye 7 éves katonáskodás, fogság, a front mindenféle, és hát akkor 7 év kiesés lett. És amikor hazakerültem a fogságba 47-be, akkor aztán újra, hát jóformán újra kellett kezdenem megint. Hát 7 év nagy idő. Thank you.
volt. Hogy alakult az élet sorsa? Hány éves korában nősült meg? Hát ez bizony, sajnos ma nagyon kimentem az időből, már amikor akartam nősülni, akkor voltam a 27-28 éves, de hát akkor hát igazat is hagytam az anyósomnak, apósomnak, akiket azt mondták, hogy nem, hogy te ellened nincs kifogásunk, de látod most már milyen zavargós az a helyzet, amíg ez valamire nem változik, vagy jóra, vagy rosszra akarni, addig nem adjuk a lányunkat senkinek se. Nem, hogy tényleg nem, hát senkinek se. Meg kell várni, amíg hát, na, így alakult ez, hogy a 7 évet a feleségem megvártam. Pista bácsi, akkor már földje volt, némi kis földje? Igen, hát apámnak volt. Meg én is kaptam 4 holdat, mint hadifogó juttatott földet, 4 holdat. Úgyhogy 14 hold földünk volt. Hogy tudta összeegyeztetni a családfői teendőket, a paraszti munkát és a zenélést? Hát ez elég nehéz volt bizony, mert egész héten dolgozni kellett, és hát így általában is szombaton vagy vasárnap jártunk muzsikán, és egész héten a nehéz, fárasztó munka, és akkor azt úgy kapárkba elmentünk ilyen alkalmi zenészekre. Hát egy-két óráig kellett, mire bejátszottam magamat mindig, mert hát nehéz volt a kéz. Hol játszottak gyakran? Bálban vagy lakodalmat? Igen, a lakodalom, bál, ilyenek voltak abban az időben, hát elég gyakran. Itt az jókormán a Siklósi járásban, hajnem az egész részén jártunk. Sokféle dalt énekelnek, vagy énekeltek a lakodalmakon. Maga a hallott dalokat könnyen tanulta meg? Igen, akkor nagyon könnyen. Nagyon, úgy egyszerű hallással el tudtam énekelni egy éneket abban az időben. Szívesen táncolt. Azt is szerettem, nagyon szerettem táncolni. Sőt, a csárdást szerettem nagyon, igazi magyar csárdást. Szóval örömmel ropta a táncot is. Igen. Meghorgattam a lányok, úgyhogy elveszítették a kontyukat, abban az időben kontyba fésülték a hajukat, hogy kibombott a kontyuk, úgy meghorgattam őket.